A vasorrúbába. Volt egyszer egy szegény favágó ember, de ez aztán csak ugyan szegény volt. A bőre is a csontján száradt a rettenetes sok éhezéstől. Hát még a gyermekei. Uram Jézus, a gyermekei! Ezeknek már zörgött is a csontocskájuk, és minden kis széllebbentésre lefordultak a lábukról Búzsult a szegény favágó, a szíve is majd megszakadt, ha látta azt a sok éhező gyermeket mert sokan voltak ám, mint a rostalika, talán egyel több is. Egyszer aztán mit gondolt, mit nem a szegény ember? Vállára vette a fejszét, a gyermekeinek nem szólt semmit, s elment hazúról. Hogy hová megy, azt nem is tudta, de eltökélte magában, hogy addig meg nem nyugszik, míg a sorsa jobbra nem fordul. Ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken át, s meg sem állott, míg egy nagy erdőbe nem ért. Már szépen rá is esteledett, de még mindig nem állott meg. Botorkált elébelébb a sűrű rengetegben, de bizony annak se vége, sem hossza nem volt. Mindegy, gondolta, már meg nem áll, ha a világ végéig tart is ez az erdő. De egyszerre csak gyönge világosság verődött az útjára. Megállt, aztán ismét megindult a világosság irányában. Ment, ment, és nem sokára egy kis házikó elért annak az ablakából jött a világosság. Nem sokáig gondolkozott, beállított a házikóba, bánta is ő, ha az ördög lakik abban. Azám egy lelket sem talált. Az asztal meg volt terítve szépen, étel, ital bőven volt rajta, az ágy is meg volt vetve, de hiába kajtatta fel a szobának minden zegét zúgát, egy árva lelket sem talált. Ha nincs, nincs, mondta magában. Leült az asztalhoz, s evett, ahogy győzte. Hadd lakjék jól már ő is egyszer az életében. Jól is lakott, mint a duda. Volt még egy pipa dohánya, rágyújtott, s füstölt, mint egy kémény. Egyszerre csak mit látott? Egy nagy fekete macska ült előtte az asztalon, de már ezen csodálkozott a szegény ember. Ő ugyan el nem tudta gondolni, hogy kerülhetett elébe az a csúnya fekete állat, mert csúnya volt, mint a sötét éjszaka. Már éppen le akarta kergetni, de mire meggondolta, a macska eltűnt az asztalról, mintha a föld volna el. – ilyen csodát nem vettem még – morglódott a szegény ember. – Mikor jött, akkor sem vettem észre, mikor elment, akkor sem. Isten, Istenem, ne legyen, ha ördögök házába nem kerültem. – Jól gondoltad, szegény ember – szólalt meg valaki a e pillanatban. – Ördögök házába kerültél. De most már igazán megijedt a szegény ember. Iholni! Ott áll előtte egy égtelen csúf öregasszony, kinek az orra tiszta vasból volt, s olyan hosszú, hogy a földet verte, de kongott is a föld, mikor az orrát hozzáveregette. Megijedt bizony. Nem elég, hogy azt sem látta, mikor belépett, de ez még az ő gondolatát is kitalálja. Úgy van, úgy, te szegény ember, folytatta az öreg asszony. Én a vasorrúbába vagyok, anyja az ördögök királyának. Hát ide jöttél az én házamba, hiszen jó helyre jöttél. Mindjárt jön a fiam, s visz magával a pokolba. Könyörgött a szegény ember, de nagyon, hogyha Istent ismer, ne vitesse őt a pokolba. Mi lesz az éhező gyermekeivel? Hmm mondta a vasorúbába, ezt csak úgy kerülheted el, ha magaddal viszel engem is a te házadba. Ja, hiszen még csak ez kellett. Most már úgy megijedt a szegény ember, hogy majd felfordult. Úgy bizony, ha elviszel, neked úgy sincs feleséged, majd az leszek én, s meglátod, milyen jó gondját viselem a gyermekeidnek. Tejbe vajba fürözgetem, s hasább fával kenegetem őket. Mit volt mit tenni a szegény embernek? Rá kellett, hogy álljon a vasó rubába kívánságára. Elébe egy nagy tarisznyát teleraktak mindenféle jó étellel, egyet pedig aranyjal, ezüsttel. A két tarisznyát föltették egy szamárra, és azzal elindultak a szegény ember faluja felé. Már egy egész napot mentek, és akkor megállapodtak az erdő közepében. Elővették az elemózsiás tarisznyát, s ettek, ittak, lakmároztak. Addig ettek, addig ittak, hogy a bába elszédült a sok bortól. A szegény embernek sem kellett egyéb, fogta a fejszéjét, s olyat ütött a bába orrára, hogy mindjárt ketté törött. Nagyot ordított a bába, de az orra eltörésével az ereje is elveszett s meg sem tudott mozdulni fektéből, hanem az orra akkorát kongott, hogy megrendült belé az erdő, s még a pokolba is lehallatszott. Csí! kiáltott az ördögök királya. Az anyám orrát valaki letörte! Utána! S szaladt ki a pokolból, mintha csak a szemét vették volna ki. De eközben a szegény ember sem tátotta a száját, levette a szamáról az aranyos tarisznyát, s szaladt ő is, ahogy csak győzte a lába. Hallotta, hogy kiabál utána az ördögök királya. Nézz vissza, te szegény ember, nézz vissza, nem bánod meg! De volt esze, s nem nézett vissza, nem is érte utol az ördögök királya, míg a szegény ember éppen a maga udvarába belemért. Hopp! – Megvagy! – kiáltott az ördögök királya. – Te, gyilkos! Most szörnyű halálnak halálával halsz meg! – Eres! kiáltott a szegény ember. – Mert itt én vagyok az úr! De az ördög nem eresztette. Húzta visszafelé. Hát egyszerre csak a nagy lármára kiszaladt a szegény embernek valamennyi gyermeke. Megörültek, te mennyire! Azt hitték, hogy az apja hozta az ördögöt, és azért hozta, hogy ők megegyék. Mindazt kiabálták. – Nekem az ördögöt! Nekem! Nekem! – Mindegyik egymaga akarta megenni. Ha így megijedt erre az ördög szörnyűségesen, ő még életében nem látott egy apának annyi gyermeket. Ennek bizony felesem tréfa. Ez a tenger sok éhes gyermek még felfalja őt, de úgy, hogy még egy porcika sem marad belőle. Most meg ő könyörgött a szegény embernek, hogy eressze szabadon. – Menj Isten hírével! – mondta a szegény ember. – Mind a vízik szárazon! – az ördögök királya szaladt, mint a veszedelem, vissza sem mert nézni. Pedig a szegény ember is eleget kiabálta, nézz vissza te, ördög, nézz vissza, nem bánod meg. Dehogy nézett vissza. A szegény ember pedig ezután búját sem mondotta. A tarisznya aranyból, ezüstből gazdag ember lett, és most már úgy élnek, mint hal a vízben. Úgy bizony. Az aranyszakálló ember. Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi gyereke volt, mint a rostalika, még egyel több is. A legkisebb gyermeknek már nem is találtak keresztapát. Elindult a szegény ember keresztapát keresni, de mivel nagyon szegények voltak, bizony, senkinek nem kellett a komasága. Egyszerre csak elejbe toppan egy kis emberke, akinek színarany volt a szakálla, s köszönti. Adjon Isten te szegény ember! Hát mi jóba jársz erre felé? Elmondja a szegény ember, hogy miben jár, hogy nem akad a legkisebb gyerekhez keresztapa. – Ne búsulj te szegény ember, majd leszek én annak a fiúnak a keresztapja, mondja az aranyszakáló ember, majd folytatja. Hanem csak azzal a föltétellel, hogy mikor hét esztendős, hét hónapos, héthetes és hétnapos lesz a fiad, akkor magammal vihetem tündérországba. Ó, csak azt ne kívánd, mondta a szegény ember, s egyszer úgy elszomorodott, mint a háromnapos esős idő. Sok gyerekem van, de azért egyet sem szeretnék másnak adni. Már pedig én másként nem leszek a keresztapja. Ne félj, jó dolga lesz a fiadnak, és bizony meg nem bánod, ha majd nekem adod. Mit csináljon a szegény ember? Kezet adott az aranyszakáló embernek, és aztán elvezette a házába. Azon nyomban megtartották a keresztelőt nagy vígassággal. Az aranyszakáló ember annyi minden jó enni inni valót hozatott, hogy az egész falu a szegény ember házánál lakmározott egy egész hétig. A fiút megkeresztelték Gyurinak, és az aranyszakáló ember egy hét múltával csak eltűnt a háztól. Nem szólt senkinek semmit, úgy eltűnt, mintha csak a föld nyelte volna el. Telt múlt az idő, Hát, elkövetkezett az a nap is, amelyen Gyurika hét esztendős, hét hónapos, héthetes és hétnapos napos lett. Aholni, meg is jött az aranyszakáló ember, aranyhintón, aranyszőrű paripákkal. Még jóformán agyisten sem mondott, úgy látszik szorgos volt az útja. Hamarosan elbúcsúztatta Gyurikát apjától, anyjától, testvéreitől, aztán felültette az aranyos hintóba, s hip-hopp, úgy eltűntek egy szempillantásra, mintha nem is lettek volna. Az aranyszakáló ember vitte a fiút egyenes tündérországba. Ez volt aztán az ország gyerekek. Gyurikának szeme szája elállott ámultában bámultában. Szín volt itt minden. – No, kereszt fiam, szólalt meg az aranyszakálú ember. – Ez a tündérország, és ennek az országnak te leszel a királya, ha ügyesen viseled magadat. Eközben egy aranyszínű forráshoz értek. Itt a hintót megállították. Szállj le, Gyurika, s így áll abból a forrásból, szólt a keresztapja. Gyurika szó nélkül engedelmeskedett, s ivott. Hát halljatok csodát, gyerekek, amint felemelkedik a forrás mellől, csak egyre nyúlik, egyre hosszabbodik, s egyszerre daliás nagy legény lett belőle. Még aranyos ruha is volt rajta, s kard is az oldalán. Annak a forrásnak olyan csoda ereje volt, hogy ha más országbéli ember ivott abból, egyszeriben nagyobb lett tőle. Mikor Gyuri jól kicsodálkozta magát, megszólalt az aranyszakálló ember. – Na, édes keresztfiam, most nézz jól körül! – Ott a messzeségben, látsz-e valami feketeséget? – Látok bizony, mintha forogna is. – Ez a hétfejű sárkány fekete forgóvára. Ebben van elzárva tündérgyöngyike, a tündér király egyetlen leánya. Sok vitézel esett már a fekete vár előtt, de hiába egy sem tudott bejutni, mert a vár folyton forog, a szélnél is sebesebben. A tengejét maga a hétfejű sárkány fújja, akinek minden fején 77 szája van. Hát, ezt a várat neked kell megállítanod a forgásban. Nekem? kiáltott Gyuri. Hogy tudnám én azt megállítani? A nézéseddel. No, ne csodálkozz, mindjárt megmagyarázok mindent. A tündérkirálynak egy ősz öregember azt jövendölte, hogy addig a leányát meg nem látja, míg onnét felülről egy olyan legényt nem hoznak le, aki mikor hazúról elindítják, éppen hétesztendős, hét hónapos, hét hetes és hét napos. Ennek a nézése megállítja a várat. Ha aztán bemegy, az ő dolga lesz elbánni a sárkányjal. Mindjárt azt mondta a tündér király, csak akadjon egy ilyen legény, aki megszabadítja egyetlen leányomat. Annak adom feleségül, de még fele királyságomat is. Hát most tudod, keresztfiam, hogy miért hoztalak magammal. Jól megnézd a várat, de a kardot is jól megmarkoldám. Gyuri csak ennyit mondott. Ne féljen, keresztapám! Azzal repült a hintó tovább, s meg sem állott a fekete várig. Forgott ez, hogy a szemük csak úgy káprázott a szörnyűsebes forgástól, de ahol néhopp, megállott, amint Gyuri jó, erősen magyarosan ránézett. De bezzeg a hétfejű sárkány is eltátotta ilyettében mind a hétfejének mind a hetvenhét száját. Csak tátsa, tácsad, gondolta magában Gyuri, mindjárt megbánod. És abban a pillanatban már kivont karddal szaladt be a várba. Nyisz, nyisz, csak úgy suhogott az éles kard, s a hétfejű sárkány mire magához tért ámultából, már akkor egy feje se volt a hétből. Á, Istenem! Ebben a pillanatban mit látott, kit látott Gyuri? Egy olyan szépséges szép leányt, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. És ez a szépséges szép leány, tündér gyöngyike, nyakába borult Gyurinak, s azt mondta, te az enyém, én a tied. Ásó kapas a nagy harang válaszon el, te vitézlegény. Azzal szépen beleültek az aranyos intóba, s meg sem állottak a király udvaráig. Ott a tündérkirály nagy örömében papot hívatott, Gyuri gyöngyikét egybeadta, s persze, hogy tündérországnak is a fele Gyuri élet. Másnap az aranyszakáló ember ismét felutazott a Gyuriék országába, s magával hozta apját, anyját, és minden testvérét. Akkora urak lettek ezekből is, hogy no, minden zsebükre jutott egy aranyóra. Aki nem hiszi, járjon utána. A deszkavári királyfi Hol volt, hol nem volt, én úgy hallottam, hogy Szittya országban volt, volt egy király, s annak egy szép kis fiacskája, akit Dánielnek hívtak. A királynak egyszer háborúba kellett menni, s a kicsi Dánielt az udvarmester gondjára bízta, mert a királyné nem élt. Éppen azon az éjjel halt meg, amikor Dániel született de hogy szavamat összenekeverjem, csodálatos dolog történt akkor éjjel. Mert amely órában meghalt a királynő, abban az órában múlt ki a legkedvesebb paripája is, annak is árván maradt a kis csikaja. A kicsi királyfi és a kis csikó egyidősek voltak, s a kicsi királyfi, amikor csak lehetett, hátra ment az istálóba, mindig a csikót simogatta, ölelgette, s amikor senki sem látta, Síratta az ő maga, s a kedves kis csikaja árvaságát. Hej, de még akkor sírt sokat, mikor az édesapja elment a háborúba, s apa nélkül, anya nélkül maradott a rengeteg nagy palotában. Mert az udvarmester gonosz lelkű ember volt, s mind azon járatta az eszét, hogy elpusztítsa a kicsi királyfit. Abban reménykedett, hát ha a király is elesik a háborúban, s akkor majd megtéteti magát királynak. Arra határozta magát, hogy egy kardot szúra kis királyfi ágyába, de úgy, hogy a hegyes elásség, s éjjel majd a kicsi királyfi belefekszik a kardba, s bizonyosan elpusztul szörnyű halálnak halálával. A kicsi királyfi az alatt az idő alatt is még az udvarmester a kardját az ő ágyacskájába szúrta, kim volt az istálóban, ölelgette, simogatta lovacskáját, és siratta a maga s a lovacskája árvaságát. Amint így sírdogálnak, megszólal a lovacska, s mondja a kicsi királyfinak. Ne sírj, édes kicsi gazdám, hanem menj fel a palotába, egy tarisznyába tedd be a legdíszesebb ruhádat, aztán ülj fel a hátamra, s menjünk innét, amerre a szemünk lát, mert különben elpusztít az udvarmester téged is, engem is. A kicsi királyfi megfogadta a jó tanácsot. Becsomagolta a legdíszesebb aranyruháját, felpattant a csikóra, s hopp, a csikó keresztül ugrott a palota kapuján, s elvágtatott hetet-hét ország ellen. Meg sem állott, amíg egy rengeteg nagy városba nem ért. Itt a csikó azt mondta Dánielnek. No, édes kicsi gazdám, én most téged itt hagylak. Itt ez a síp. Ha szükséged lesz rám, csak fújd meg. Amúgy meg, fogad meg, amit mondok, s akkor ennek az országnak te leszel a királya. Azt tanácsolom neked, hogy akárki akármit kérdezzen tőled, csak azt válaszold, nem tudom. Elment a lovacska, egyedül maradt a kicsi királyfi. Járt, kelt a városban, és akárki akármit kérdezett tőle, mindig csak azt válaszolta, nem tudom. Hírül vitték a királynak is, hogy van a városban egy szép kis legény, aki minden kérdése azt válaszolja, nem tudom. A király egyszeriben megparancsolta, hogy hozzák a fiút a palotába. Tüstént vitték Dánielt a király elé, de hiába faggatta a király, és kérdezte, ki vagy, s mi vagy, hová való vagy, fiacskám? Dániel minden kérdése csak azt válaszolta, nem tudom. Más Máskülönben megtetszett a királynak a fiú. A palotában helyezte el Inasnak, s megparancsolta mindenkinek, akit illet, hogy nem merjék bántani ezt a fiút. De mivel mindenre csak annyit válaszolt, nem tudom, az udvarbéliek elnevezték, nem tudom kának. Telt múlt az idő. Volt a királynak három leánya, egyik szebb mint a másik. Azt mondja egyszer a király: "Na, édes leányaim, most már elég nagyok vagytok mind a hárman, férhez is mehetnétek." Még aznap ki is hirdette ország-világszerte, hogy jöjjenek az udvarába mindenféle hercegek, s királyfiak, válaszon közülük a három leánya. Nem kellett nagy hívás. Jöttek a világ minden tájékáról. Annyian jöttek, hogy belepték az udvart. A két idősebb kisasszony már az első nap választott magának férjet, de a kicsi király kisasszonynak egy sem tetszett. Jól van, mondta a király. Ha neked nem tetszenek a hercegek, királyfiak, jöjjön ide minden legény, s válasz azok közül magadnak szíved szerint valót. Jöttek az udvarba gazdag, s szegény legények mindenféle rendből, de a kicsi király kisasszony ezek közül sem választott, egy legényen sem akadott meg a szeme. Elé hívatta a király az udvarbéli cselédeket is, csak éppen Dániel nem volt köztük, de a király kisasszony rájuk se nézett. – Van-e még valaki az udvaromban? – kiáltotta a király nagy haraggal. – Mondták, hogy nincs itt senki más, csak az a félkegyelmű nem tudomka. – – Hát hívjátok elé! Egyszeriben elé hívták Dánielt, s hát amint elé jött, nevetősre változott a kicsi király kisasszony arca, ragyogott a szeme, mint két fényes csillag, s mondta nagy örömmel. – Ezt választom, uramnak, édesapám! Ámult, bámult minden ember, a király pedig erősen szégyenlette a dolgot. De ha már szaváltatta, meg is tartotta s még aznap összeeskedte a kicsi király kisasszony Dániellel. Na, eltelik, elmúlik a lakodalom. Dánielnek a palotával szemben építettek egy deszkaházat, ott kellett, hogy lakjék a feleségével. Még ebédre meg vacsorára is csak nagy ritkán hívták föl a palotába, mert az egész família erősen szégyenlette ezt az atyafiságot. Így telt múlt az idő. Egyszer a király két idősebb veje vadászni megy, s hívják Dánielt is. – Na, nem tudom, ka sógor, gyere velünk vadászni! – mondta Dániel. – Nem tudom. De alig, hogy elmentek a sógorai, átöltözött az aranyos díszes ruhájába, megfújta a sípját, s amikor előjött a csikója, felpattant a hátára, s úgy elvágtatott rajta az erdőbe, hogy mire a sógorai odaértek, ő már jött is visszafelé találkozik a sógoraival, hanem azok nem ismerték meg, s szóba állottak vele. Azt hitték, hogy valamelyik külső országbeli királyfi. Hívták, hogy forduljon meg, s menjen velük vadászni. Nem megyek, mondá Dániel, mert éppen vadászatról jövök. S hát csak ugyan ott lógott a nyerekkápáján egy aranyvadkacsa. Na hiszen, mindjárt közre fogták a sógorai, hogy adja nekik ezt a vadkacsát. Én szívesen, mondá Dániel. Hati meg nekem adjátok a mátka gyűrűtöket. Gondolták a sógorai, miért ne adnák? Gyűrű helyett majd más gyűrűt csináltatnak. Odaadták a gyűrűt a vadkacsáért, aztán visszafordultak, s elébb megkérdezték Dánielt, ki s mi ő. Mondá Dániel, én a deszkavári királyfi vagyok. Azzal elváltak egymástól, de Dániel elejbük került, s mire a sógorai hazaértek, ő már ott eldogált a deszkaháza előtt, a rendes gónyájában. Megérkeznek a sógorok is, és rászólnak nagy Dánielre. No, nem tudom, Ka, miért nem jöttél velünk? Látod, amit -e, lőttünk? felelt Dániel Nem tudom. De mi tudjuk, te bolond, ha te nem tudod. Kacagtak a sógorok, s aztán fölmentek a palotába, s eldicsekedtek az apósuknak, hogy milyen szép aranyvatkacsát lőttek. Volt nagy vigasság fent a palotában, Dániel pedig üldögélt a feleségével a deszkaházban, nagy szomorúságban. Hanem amint üldögélnek, látja Dániel, hogy az ő kicsi lovának az árnyéka végig libben a falon kiszalad az udvarra, s hát csak ugyanott volt az udvaron az ő kedves lovacskája. – Jó estét, kicsi gazdám! – köszöntötte a lovacska. – Azért jöttem így hívatlanul, mert igen nagy bajok történtek otthon. Az édesapád a háborúba veszett, s a gonosz lelkű udvarmester elfoglalta az országot, és most ő a király. – De nem elég neki egy ország! – el akarja még foglalni a te apósod országát is. Itt lesz holnap rettentő nagy sereggel. De te ne búsulj ezen, kicsi gazdám, mert csak ezután ragyog fel a te fényes napod. Mostantól beszélhetsz ismét szíved szerint, amit csak akarsz. Aztán meg nesze, adok neked három tarisznyát. Az egyikből annyi puskapors golyób is jön ki, amennyi csak kell. A másikból annyi katona, mint amennyit kívánsz. A harmadikból annyi étels ital, hogy elég lesz három ország katonájának. Ez órától fogvást melletted maradok, s holnap együtt megyünk a háborúba. Aj, volt reggel szörnyű ijedelem a palotában. Megjött az üzenet az udvarmesterből lett királytól, hogy jön nagy sereggel, s ha szépen által nem adják neki az országot, nem hagy élő lelket. Felkészülődött az öreg király és a két idősebb veje. Dánielnek nem is szóltak semmit, úgy mentek a háborúba. De hiszen, ha elmentek, vissza is jöttek estére, és még áldott szerencse, hogy élve visszajöttek. Hírmondónak is alig maradt a seregből. Másnap reggel, miután apósai és sógorai ismét elmentek a csatába, Dániel a felesége elé állt, megölelte, megcsókolta, és azt mondta neki. Lelkem, édes feleségem, ne búsulj! Szabad beszélnem ezután! Aztán mindjárt el is búcsúzott a feleségétől. Nyakába vette a három tarisznyát, felpattant kicsi lovára, kivágtatott a városból, s ott a város végén elévette az első tarisznyát. Kifordította, s hát uram teremtőm, annyi katona omlott ki belőle, hogy a föld megrengett alattuk, s az ég elfeketedett ahogy éppen elindult rettentő nagy seregével, szaladott szembe vele az apósa, szaladtak a sógorai utánuk néhány katona, s kergette cudarul szegényeket az ellenség. De még csak most ijedt meg igazán az öreg király. Azt hitte, hogy elől is, hátul is ellenség. No, a nagy ijedtsége hamaros szertelen nagy örömre változott. Elébe ugratott Dániel, s jelentette. Felséges királyom, én a deszkavári királyfi vagyok. Ne félj, mert én a segítségedre jöttem. Azzal neki az ellenségnek, és egy óra sem telt bele, még hírmondónak sem maradott belőle. Miszlik bevágták az udvarmesterből lett királyt is. Mikor aztán vége volt a háborúnak, Dániel visszament az apósához, s jelentette. Felséges királyom, levágtuk az ellenséget egy szálig. Örvendezett az öreg király megfogta Dániel kezét, és vitte föl a palotába. De csak akkor volt még nagy álmélkodás, amikor a kicsi király kisasszony elébe szaladt, a nyakába borult, s mondta nagy fenszóval. Édes uram, lelkem uram, drága nem tudom kám. Megrökönyödtek erre a sógorok, mert megismerték, hogy ez a vitéz volt az, akinek a gyűrűjöket adták. Nem akarták hinni, hogy ez a vitéz legyen nem tudomka. No, ha nem hiszitek, mondá Dániel, mindjárt bebizonyítom. Elévette a két gyűrűt. Ki ez a két gyűrű? Ez a miénk, mondták szégyenkezve a sógorok. Az öreg király erre egyszeriben átaladta Dánielnek az egész királyságot, és ez órától fogvást két országa volt Dánielnek. és hol az apósa, hol az apja országában lakott. Még ma is élnek, ha meg nem haltak. Picsipalkó! Volt egyszer egy fiú, Pici hívták. Ez a piti egész nap az utcán csavargott, csak enni meg hálni járt haza. E – Fiam, fiam! – mondogatta az anyja. – Nem felek ára, mit te megeszel, hanem az egész. Mi lesz belőled, ha én meghalok? De beszélhetett, kesereghetett a szegény asszony. Pityi Palkó tovább csavargott, fütyült, dalolt, mindig jó kedvű volt, és bizony nem hitte el, hiába mondogatták. – Várj, Palkó, várj! Egyszer majd búra fordul a te jókedved lakott a palkóék szomszédjában egy gazdag asszony. Mondja egyszer a palkónak. Hallod-e, neked ott sincs soha semmi dolgod. Bemehetnél a városba, ott lakik a leányom, ebben s ebben az utcában. Küldenék tőled egy korsó tejet, ha elvinnéd. Mit fizet? kérdezte palkó. Három garast, mondotta az asszony. Ide vele, ha van füle? Incselkedett Palkó. Hát bezzek, hogy van füle, mondotta az asszony, és mindjárt a kezébe is nyomta a teljes korsót. Nosza, mindjárt útnak indult Palkó. Fötyült, danolt, roppant jó kedve volt, hogy ne, mikor három garasa lesz. De alig ért ki a faluból, a feje búbjára tette a korsót, mert hogy úgy könnyebbnek tetszett, és amint ment, mendegélt, elkezdett tervelgetni, hely, mit kezdő majd azzal a három garassal. Ahogy megkapom a három garast, mondotta magában, elmegyek a vásárra, és veszek egy tyúkot. Azt hazaviszem, jól tartom. Lesz a tyúknak sok tojása, abból a sok tojásból lesz sok szép csirke. Mikor a csirkék nagyra nőnek, eladom, és veszek egy juhot. Annak a júnak lesz báránya, aztán mind a kettőt eladom, és veszek egy tehenet ennek a tehénnek lesz majd bocikája, az, ha megnő, eladom, veszek egy lovat. Arra a lóra majd felülök, hely, hogy csodálkoznak majd az emberek. Nézd, nézd, palkót, de szépen lovagol. Ha már lesz egy szép lovam, lesz majd feleségem is. Kapok vele egy fazék pénzt, aztán lesz majd gyerekem egy, kettő, három, négy, öt, hat. Azok a gyerekek majd közre fognak, és azt mondják nekem, apa, édesapa. Én meg mondom nekik, ó, drága galambocskáim, gyöngyvirágocskáim. S valamennyinek barackot nyomok a fejére, így mi? S mutatta, hogyan nyom majd barackot a gyerekek fejére. Bezzek, hogy a korsó lefordult a fejéről. Ezer darabra tört. A tej szerte folyt, és az a sok szép légvár, amit Palkó épített, mind összeomlott. Össze bizony. Az aranyszűrű bárány. Volt egyszer egy szegény ember, Akinek annyi gyermeke volt, mint a rostalika, még egyel több. Hol volt, mit tegyenek, hol nem? És a szegény embert vetette fel a bú és a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondotta nekik, menjenek szolgálatba, de egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb, ügyibe való legényke volt. Nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak. Ő bizony azt mondta az édesapjának, elmegy világgá, s addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, hadd menjen, egyel kevesebb kenyérpusztító lesz a háznál. Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, s estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős, gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, és most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenest a nagy juhos gazdához, s elé mondta, hogy mi jóban jár. Éppen jókor jöttél, mondá a gazda, mert elcsaptam a juhászomat. Hát hallodé, -e, én felfogadlak, s ha egy hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony nem bánod. Megalkuttak, hogy ha esztend ilyenkor a nyájból egy sem hibádzik, ad egy aranyszűrű bárányt. Abból megélhet úri mód, míg a világ s még két nap. Itt a kezem, nem disznó láb! Mondá a legény, s kezet csaptak magyarosan. A juhos gazda adott neki egy szépen szóló furuját, jól feltarisznyágatta, s a legény kihajtá a nyájat a rétre. Közményt legyen mondva, a juhos gazdánál három nap volt az esztendő, de még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie, s ha csak behúnta a szemét, annyi juh hibázott a nyájból, hogy egy egész szegény embernek elég lett volna egész télére. No, ez a legény kebezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furujáját. Fújta, fújogatta. Sát, uram, teremtőm, amennyi jó, mint táncra kerekedett. Az aranyszőrű bárány el nem maradt tőle, ez mindig előtte táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat. A kapu előtt elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, és a juhok táncolva mentek bé az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, s számolta a juhait, de csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázik a nyájból. – No, te legény! – mondá. – Megöregettem, kenyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám soha nem volt. Neked ígértem – Neked is adom az aranyszűrű bárányt. Legyen rajta szerencséd. Hely, örült a legény. Örömében nem találta helyét. Elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszűrű bárányjal hazafelé. Mentek, mendegéltek, szépen lassan eregéltek, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazdaembernél, aki azt mondta. – Istené a szállás, kerüljön beljebb, öcsém uram! Bement a házba, magával vitte az aranyszűrű bárányt is. De nézték is, csodálták a bárányt. Különösen a házi leány nézte csodálta sokáig. Egész éjjel be nem tudta hunni a szemét, mind az aranyszűrű bárányról gondolkodott. Addig s addig gondolkodott, hogy fölkelt az ágyból, s szépen a bárányhoz oroszkodott. Gondolta, hogy míg a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eldugja. No hiszen ezt jól elgondolál, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, a legény fölébredt. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva. Gondolkodott, hogy már most mit csináljon. Ő bizony tovább megy a bárányjal, s hadd jöjjön vele a lány is. Hát úgy is tett, s ahogy kiértek az utcára, elővette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta. Hely, lásd csudát! Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, hogy csak úgy porzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetett be kenyeret a sütőkemencébe, s kiszaladt a sütőlapáttal. Üti a leányt, s szidja égtelenül. Nesze, nesze, te világbolondja! Nem szégyelled magad, leány létedre? Nesze, nesze! Hiszen nem sokáig szitta verte, mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt. Lapát nyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt, nagy begyesen elől a bárány, bárány hátán a leány, leány hátán a lapát, lapát nyelén az asszony, úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érnének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozik, hogy az ünnepnapot így meggyalázzák. Oda szalad, s üti az asszony a pálcájával. De csak egyszer ütött rá, a pálca az asszony hátához ragadt. A pálca végéhez a pap, és az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, és elkezdettek kiabálni, jajgatni. Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat! Ne hagyjuk emberek, asszonyok! Nosza, utána az egész falunépe népe. Megfogják a papot, hogy visszahúzzák, de ahogy rátették a kezüket, sorba mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Stáncolt a bárány, bárány hátán a leány, leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony, sütőasszony hátán a pálca, pálca végén a pap, pap után az egész falu. Így értek egy városba. Ez éppen a királyvárosa volt. Ott a legény betért egy kocsmába, tarisznyába tette a furujáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárány. Báránnyal az egész falu. Kérdi a korcsmárost. Miféle város légyen ez? Mondja a korcsmáros. Ez a király városa. Szóból szó kerekedik, s a korcsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett kihirdette az országában, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni. De még eddig hiába próbálkoztak. A király kisasszony olyan szomorú, mint a háromnapos esős idő. No, gondolá a legény. Szerencsét próbálok, hát ha én meg tudom nevettetni. Ment a király udvarába. Mellette a bárány, bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. Béjelenti magát a királynál, s elé mondja, hogy ő megpróbálná, hát ha meg tudná nevettetni a király Jól van, fiam, mondta a király, próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, karóba húzatom a fejedet. Egy életem, egy halálom, akárhogy is lesz, megpróbálom, mondta a legény. Csak a király kisasszony álljon ki a tornácra. Azzal lement az udvarra, a király pedig kiállott a leányával a tornácra, és úgy várták, hadlám, lám, mit tud a szegény legény. Hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud, csak elévevé szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, és utcu neki bolondeszed, ami volt, az mind elveszett. Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, leány hátán a sütőlapát, lapát nyelén a sütőasszony, sütőasszony hátán a pálca, pálca végén a pap, a pap után az egész falu. No, ilyen táncot még nem látott a világ. Kacagott a király, de hát még a leánya, a könnye is kicsordult, csengett a palota a kacagásától. A bárány erre még nagyobbakat ugrott, s egyszerre csak levált a hátáról a leány, leány hátáról a lapát, lapát nyeléről a sütőasszony, asszony hátáról a pálca, pálcáról a pap, papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben. Most meg már a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagásban. No, ha úgy, hát a legény eltette a furujáját, s egyszeriben vége volt a táncnak. Hallod-e, te juhász legény, mondta a király, a leányomat megnevettetted, hát neked is adom, s vele fele királyságomat. A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu is az udvarban, s úr lett még a cigányból is. A Juhász legényből lett király, egyszeriben hat lovas hintókat küldött az apjáért s testvéreiért. Ezekből is mind nagyurak lettek. Még ma is élnek, ha meg nem halta.